Kezdődik a dinnye szezon, a szabolcsi gazdák kezdik a legkésőbb a dinnye szüretet hazánkban. Egyszülős családok csaknem 500 000 gyermeket nevelnek egyedül Magyarországon. Nyári diákmunka, minimum 794 forintos órabérért dolgoznak a tanulók. Közel egy hete elindult a hazai dinnye szezon, néhány héten belül a szabolcsi gazdák dinnyéje is beérik. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyelőre még csak Békés megyében szüretelnek. Az országban a szabolcsi dinnye a legkésőbbi, így a helyi gazdák kapcsolódnak be utoljára az értékesítésbe. Az alacsony hazai kereslet miatt pedig a dinnye közel 60%-át exportra termelik a gazdák. Ennél az árusnál már lehet hazai dinnyét is kapni, igaz, még csak Békés megyeit. Ezek a dinnyék váltják ugyanis elsőként a Görögországból és Olaszországból importált dinnyéket. A hozzáértők szerint a frissessége mellett ízében, illatában és tápanyagtartalmában is jobb a hazai dinnye a külföldinél, azonban az igazi szezonra még egy-két hetet várni kell. Múlt héten kezdődött a magyar dinnye, Békés megyéből kezdjük el szállítani. Ugye ott kezdődik a korai dinnye. A minőség az aránylag elfogadható, de egy hét múlva indulnak már ilyen profi dinnyék, amik már igazán vékony, jó édes dinnyék, de ez is már egész elfogadható. Az ára az ilyen 170 és 200-250 forint között mozog, ez változó helyenként. A munkások már a ládákat szerelik ebben a nagycserkeszi üzemben, készülve a hamarosan induló helyi dinnye szezonra. A határban található földeken a gazdák szerint már szépen bekötött gyümölcsök vannak a szárakon, azonban egy kis eső még jót tenne a termésnek. Egy közepes időjárás volt, eső is volt minden, most kéne inkább az eső, köt a dinnye, meg növekszik a dinnye, hogy mi várható a dinnyéből, jó közepes termésnek szerintem lenni kéne, és ha lesz még csapadék, akkor szerintem még jobb is lehetséges a közepes termésnél, attól függ, hogy az időjárás függvény ez az egész mostan. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kiló dinnyét fogyaszt, bár a görög dinnyek közel 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyag forrás a nyári hónapokban. Az alacsony hazai kereslet miatt a magyar dinnyek közel 60%-át azonban exportra termelik a gazdák. A felvevő országok között van Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország és a balti államok is, ahová egészen októberig szállítanak a hazai gyümölcs. 300 000 egyszülős család él ma Magyarországon, amelyekben 500 000 gyerek nevelkedik. A kormány az elmúlt években számos intézkedést hozott támogatásukra, többek között a családi otthonteremtési kedvezmény, a bölcsődei felvétel vagy a nyári táborozás esetében. Májusban pedig Budapesten megnyílt egy Európában is egyedülálló családi centrum, amelyet országos hálózattá szeretnének bővíteni. A jövőben is mindent meg fogunk tenni azért, hogy a magyar gyermekek szülessenek bármilyen családba, illetve aztán később éljenek bármilyen körülmények között, és neveljük őket akár egyszülő, akár kétszülő, a lehető legjobb körülmények között élhessenek. Ezért is támogatjuk kiemelten a gyermekeiket egyedül nevelő szülőket és az egyszülős családokat is. Ezt még tavaly novemberben mondta Novák Katalin, az Egyszülős Központ új budapesti épületében. A kormány kiemelt figyelmet fordít az egyszülős családokra, az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően igénybe vehetik a családi otthonteremtési kedvezményt, gyermekeik előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél, magasabb családi pótlékra jogosultak, és az Erzsébet táborok keretében számos nyári üdülési lehetőség is biztosított számukra. Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány pedig 2016. decemberében kapott 500 000 000 forint állami támogatást ahhoz, hogy több mint 10 éves működése után létrehozzon egy Európában is egyedülállónak számító egyszülős központot, ami idén májusban nyílt meg. Erre azért volt szükség, hogy segítse azt a társadalmi csoportot, amely ma a legnagyobb magyarországi kisebbségnek számít. Körülbelül 300 000 olyan család van ma Magyarországon, ahonnan az egyik szülő hiányzik. Ez az esetek nagy részében az anyuka, aki viszi, vezeti ezeket a családokat. Körülbelül 100 családból 86-87 olyan család van, amit az anya visz, az anya támogat és vezet, de hát körülbelül 40 000 olyan apuka van, aki egyedül neveli a gyerekét, úgyhogy óriási nagy számok vannak, rengeteg ilyen család van,
És hát ami még nagyon fontos, az az, hogy ezekben a családokban több mint 500 000 gyerek nevelkedik. A központ kialakítása során az alapítvány egy több mint 1000 fős kutatással mérte fel, hogy az egyszülős családoknak milyen segítségre lenne szükségük. Az egyedülálló szülők a legnagyobb problémaként az elmagányosodást, az elszigetelődést nevezték meg. Az alapítvány egyik célja ezért, hogy az egyedülálló szülők közösségben érezzék magukat a központban. De a centrum további más területeken is segíteni kívánja a hozzájuk fordulókat. Részben olyan szolgáltatásaink vannak, amit már korábban is nyújtani tudtunk, de most személyes találkozásokkal személyesen is tudnak a szülők eljönni hozzánk. Ilyen például a jogi tanácsadás, ilyen a pszichológusi segítség, akár a szülőnek, akár a gyereknek, ilyen a mediációs segítség. Nagy Anna azt is elmondta, a pénzügyi problémák megoldására munkaerőpiaci szakemberekkel és fejvadászokkal tanácsadást és képzéseket is szerveznek majd. Hozzátette, egyelőre csak Budapesten működik egyszülős központ, de céljuk, hogy ez mintaként szolgáljon, és az országban számos hasonló centrum létesülhessen. Idén is elindult a nyári diák munkaelnevezésű központi munkaerőpiaci program, amelynek célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, valamint hogy a fiatalok korai munkatapasztalathoz jussanak és munkajövedelmet szerezzenek. A program célcsoportjába a nappali tagozaton tanuló 16 és 25 év közötti korosztály tartozik. A legtöbben a vállalatokat, nagyobb multikat vagy a vendéglátást választják a nyári hónapokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi, megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2018-ban is elindítja a nyári diákmunka elnevezésű központi munkaerőpiaci programot, mely keretében a diákok számos állami fenntartású intézménynél kaphatnak munkát. Immár 6. éve van lehetősége arra a 16. életévüket betöltött, de 25 évet még be nem töltött diákoknak, akik akár közép, akár felsőfokú tanulmányokat folytatnak, hogy önkormányzatunk intézményeiben is részt vegyenek a diákmunkaprogramban. A változás alapvetően az, hogy megnőtt az idő lehetőség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már nem csak július 1-től, hanem június 18-ával fogadjuk a diákmunkásokat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem 2-3 hetes, hanem 3-3 hetes turnust tudunk kialakítani. Ezáltal növekszik azoknak a száma, akiket be tudunk vonni ebbe a foglalkoztatásba. A lényeg nem változott, továbbra is 6 órás foglalkoztatásról van szó, és a jogszabály meghatározza, hogy mennyit kereshetnek a fiatal felnőttek ezen a munkán. Az önkormányzati intézmények közül elsősorban a polgármesteri hivatal, illetve az óvoda rendszerünk, a nagy felvevőpiac. Itt turnusonként közel 100 gyereknek adunk munkalehetőséget, de korlátozott számban lehetőség van arra, hogy az egészségügyi alapellátáson, a művelődési központban, a könyvtárban, illetve a múzeumban is foglalkoztassunk fiatal felnőtteket. A 2018-as minimálbér emelés hatására nőtt a diákok bére is, így legalább 794 forintot kell keresniük óránként a tanulóknak, ami napi 8 óra munka után havonta bruttó 138 000 forintot jelent. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, valamint az adózásukra is ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Kivétel ez alól a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka, mely során csak a 15%-os személyi jövedelemadót vonják le a bérükből, és nem kell egészségügyi járulékot sem fizetniük. A nyári szünetben nagy mértékben nő a diákmunkások száma, bár vannak, akik egész évben dolgoznak az iskola mellett. Most nyáron gyakorlatilag ugye a partnereknél is elindulnak a szabadságos időszakok, ezáltal várunk a pénztáros árufeltöltői pozíciók igénylésére. Itt emelkedni fognak biztos a létszámok, amiket rendelnek tőlünk. Bizonyos üzemekben is megemelkednek ilyenkor a megrendelt létszámok, tehát oda is lehet menni. Vannak időszakos munkáink, mint például egy hűtőház, oda is ilyenkor igényelnek diákokat. De a megszokott irodai munkákban nem várható általában emelkedés. A diákszövetkezeteknek az adóévben kifizetett összes jövedelemről és a levont közterhekről is igazolást kell kiállítania legkésőbb január 31-éig, amelyre a munkavállaló diákoknak szüksége lesz a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallást tervezett ellenőrzéséhez. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak.
vannak. 18 éves kor alatt mindenképpen kell a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezése a munkavállaláshoz, a munkavégzésről szóló megállapodás előtt pedig célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, ahol adatbázis található a feketén foglalkoztató cégekről. Szakértők szerint a munkaviszony létesítésekor ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, melynek az alapbért, a munkakört, a munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét kell tartalmaznia. A munkaszerződés pedig csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. Bőven ráfizetéses a magyar megytermesztés, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. A gazdáknak a szeszélyes időjárás miatt akár 5-6-szor is permetezniük kell, a permetszer árak pedig magasak. Az is problémát jelent, hogy az első osztályú megy felvásárlási ára kilogramonként 80 forint, az idény munkások munkabére pedig akár a napi 8000 forintot is elérheti. Savanyú a megy és savanyú az agrárpolitika, véli Halmi József, az MSZP Szabolcs megyei alelnöke. Megy szezon elején felvásárlók nem vesznek megyet, nagyon sok helyen 80 forintos árral, teljes ráfizetéssel, bizonytalan piaccal, nem mondhatjuk, hogy édes, miközben rácsúrat az Agrárkamara megyei elnökét, akinek képviselni kellene a gazdák érdekeit, a megyei közgyűlés kitüntette kitűnő munkájáért. A látogatók komfort érzetét szeretnék biztosítani a Sóstói Múzeum falu felújításával, nyilatkozta Szabó Sarolta igazgató. A nyári innovációs beruházások előtt a skanzen továbbra is nyitva lesz a látogatóknak. A fejlesztések részeként többek között felújítják a múzeum faluhoz vezető utat és több épületet, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot is. Innovációs fejlesztésekbe kezd a Sóstói Múzeum falu idén-nyáron. Szabó Sarolta, a skanzen igazgatója, 35 perc című műsorunkban elmondta, a hagyományőrző jelleget megtartva szeretnék kényelmesebb helyé tenni az épületeket, ezt segíti a Nyíregyházi Önkormányzat sikeres pályázata is. A felújítások július 1-én kezdődnek, ez idő alatt a múzeum falu biztonsági okokból zárva tart. Nem szeretem ezt a szót, hogy látogatócentrummá alakul, de a látogatók számára biztosít olyan kényelmi körülményeket, amelyeket eddig a jelenlegi épületünk ezt nem tudta biztosítani. Részben bővül, tehát megnagyobbodik maga a bejárati épület, tehát átépítésre kerül, illetve olyan felszereléseket kap, ami hozzájárul ahhoz, hogyha a látogató belép és bejön, és jegyet vesz ebben a térben, akkor jól érezze magát egyből rögtön a belépés pillanatában. A fejlesztés részeként egy applikáció is készül, ami tájékoztatja az embereket a múzeumfaluról, a hagyományos paraszti kultúráról és értékeiről, amelyeket a skanzen közvetíteni szeretne a látogatók számára. Ezen kívül digitális terminálokat is elhelyeznek az épületekben, szintén informális szándékkal, valamint új tartalmakkal bővülnek a múzeumfalu online közösségi felületei is. Jelen pillanatban igazából nincs kivilágítva a múzeumfalu, legfeljebb a falu központban a templom harangtorony van megvilágítva, de a többi épületünk jelen pillanatban nem. És hogyha ez a felújítás befejeződik, aminek a várható ideje az március vége felé lesz, akkor lehetőség nyílik arra, hogy esti programokat is tartsunk, és olyankor ki tudjuk világítani a múzeumfalut. Jelenleg egy évben egyszer, vagy legalábbis eddig június 23-án éjszaka szoktuk kivilágítani, de hát ezt külön meg kell valósítanunk, tehát kiépíteni a világítást. Ezeken kívül felújítják még a skanzenbe vezető utat is, valamint lelátót építenek a jelenleg üzemen kívüli szabadtéri színpadhoz. A skanzen legközelebb június 23-án várja a látogatókat a Szent Iváni rendezvény keretében. Évzáró produkciójukat adták elő a Hangszín Musical és Színi Tanoda diákjai. A kis és középső csoportos tanulók egy darabot adtak elő a nagy színpadon, amíg a nagy csoport diákjai egy külön előadással készültek a Móricz Zsigmond Színházban. A Színi Tanoda már 18 éve működik. Utolsó simításukat végezték tanévvégi előadásukon a Hangszín Musical és Színi Tanoda diákjai. A tanulók minden tanév végén évzáró jelleggel szerveznek nagyszabású rendezvényt szüleiknek és barátaiknak.
Idén a Móricz Zsigmond Színházban adták elő darabjaikat. Most, mivel három csoportunk van, az első, a kicsi és a középső csoportot összevontuk. Ők nagyjából majdnem egy produkciót csinálnak, a nagy csoport külön. A kis csoport és a középső csoport a Lázár Ervinnek a meséjét dolgozta fel, a Szegény Johnny és Árnikát. Ők ezt közösen mutatják be, valamint az ő műsoridejükben még belefér a dzsungelkönyve, és a valahol Európában a dzsungelkönyvét a kicsik, a valahol Európában a középső csoport mutatja be, és ezáltal színessé válik ez a produkció, én úgy gondolom. A nagy csoport tanulói előadásuk első részében Tasnádi István Cyber Sinánó című művét adták elő. Ezt követően a Jekyll és Hyde-ból, valamint a Nyomorultakból adtak elő egy-egy részletet. A Hangszín Musical és Színi Tanoda már 18 éve működik, Kulcsár Hanna pedig már 6 éve tagja. Most a kicsiknek vagyunk itt segíteni, mi így nagyobbak, és már nagyon várom az estét, hogy mi lesz. Voltam már itt a színházban többször fellépni. A tavaly az Operencia Wood című előadásunkat itt tartottuk a nagy színpadon. Most a kamarában lesz ez a darab, úgyhogy igen, nagyon várom már. A nagy csoport diákjai idén mikrofon nélkül akusztikusan töltötték fel hanggal a kamaratermet. A következő szezonban is a Nyíregyháza Blue Sharks csapatát erősíti majd Busz Iván. A 24 esztendős irányító bízik abban, hogy tovább tud fejlődni, és a kék cápák is előrébb lépnek majd a legutóbbi bajnokságban elért helyezéshez képest. Az elmúlt két szezonban abszolút kulcsembere volt a nyíregyházi csapatnak Busz Iván. Az irányító az alapszakaszban 24 mérkőzésen 15 pontos átlagot ért el, közel 7-es gólpassz átlaga pedig a harmadik legjobb volt az egész mezőnyben. A rájátszás első 4 meccsén még pályán volt a HEP kupában és az egyetemi bajnokságban egyaránt az üstérmet szerző játékos, aztán a nagykörösen elszenvedett sérüléssel véget ért számára a szezon. A 24 esztendős kosarasban maradt hiányérzet a csapat szereplésével kapcsolatban, de saját teljesítményét is igyekszik kritikusan értékelni a kékcápák 7-es számú játékosa. Nehéz összehasonlítani a tavalyit, meg az ideit. Maradéktalanul nem vagyok elégedett magammal, de nem is mondanám, hogy rossz szezonom volt, mindig van miben fejlődni. Nekem pláne irányító poszton, ahol azt mondják, hogy az idővel érik a legjobban. Tehát nyilván rutinszerzés az még mindig szükséges, bizonyos kulcshelyzetekben milyen szituációt választunk ki, és úgy a csapatnak úgy ámlok a szervezése. Az elmúlt szezon volt az első olyan a másodosztályban, amikor nem keleti és nyugati része osztották a mezőnyt, hanem az erősebb piros, illetve gyengébb zöld csoport alkotta az NB1B-t. Abszolút jó ötletnek tartom, szerintem egy nagyon erős kompetitív bajnokság lett. Ha már csak azt is megnézzük, vagy már a következő szezonra tekintünk, hogy nem egy helyen olyan, meg nem meghatározott azért rotációban szereplő A csoportos játékosok fognak most B csoportos csapatokhoz igazolni. Azért azt igazolja, hogy ez tényleg mind színvonalban, mind játékerőben ez egy erős bajnokság. Remélem így lesz jövőre is, de egyébként minden jel erre utal, és szeretném minden erről végezni. Busz Iván elmondta, hogy sérülése után már elkezdte a mozgást, és lassan a kosárlabdát is kézbe veszi. A következő szezon első edzésén már teljesen fit állapotban akar megjelenni a nyíregyházi kosaras. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Közel egy hete elindult a hazai dinnye szezon, néhány héten belül a szabolcsi gazdák dinnyéje is beérik. Egyelőre még csak Békés megyében szüretelnek, az országban a szabolcsi dinnye a legkésőbbi, így a helyi gazdák kapcsolódnak be utoljára az értékesítésbe. Az alacsony hazai kereslet miatt pedig a dinnye közel 60%-át exportra termelik a gazdák. 300 ezer egyszülős család él ma Magyarországon, amelyekben 500 000 gyerek nevelkedik. A kormány az elmúlt években számos intézkedést hozott támogatásukra, többek között a családi otthonteremtési kedvezmény, a bölcsődei felvétel vagy a nyári táborozás esetében. Májusban pedig Budapesten megnyílt egy Európában is egyedülálló családi centrum, amelyet országos hálózattá szeretnének bővíteni.
Idén is elindult a nyári diák munka elnevezésű központi munkaerőpiaci program, amelynek célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, valamint hogy a fiatalok korai munkatapasztalathoz jussanak és munkajövedelmet szerezzenek. A program célcsoportjába a nappali tagozaton tanuló 16 és 25 év közötti korosztály tartozik. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 20-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a nyári, meleg idő. Északnyugat felől markáns hidegfront közeledik térségünk felé, mely péntekre vonul majd át fölöttünk. Előtte csütörtökön még délnyugati áramlással meleg, nagyrészt száraz levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka kiderül az ég, de este helyenként még előfordulhat zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a napsütést időnként több fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Estig elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, majd estétől egyre több felé várható csapadék. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Pénteken egy markáns hidegfront miatt jelentősen megváltozik az időjárás, a nap első felében több felé várható eső, zápor, zivatar, viharossá fokozódik az északnyugati szél, és lényegesen visszaesik a hőmérséklet. Szombattól már nyugodtabb idő várható, a napsütés csak időnként zavarhatja több felhő, és zápor is csak helyenként fordulhat elő. A hétvégén még 20 fok körül alakulnak a maximumok, majd a jövő hét közepére tér vissza a 30 fokos nyári meleg.